2018. szeptember 1-ig 22 ezer általános iskolai tanító újraképzését tervezi az ukrán kormány. Ez rövid távú képzés lesz, nem a megszokott 5 évenkénti. A régiók tanárai számára távolsági kurzust tartanak majd. Ha a tanárok versenyképesek akarnak lenni az oktatási rendszerben, akkor tanulniuk és változtatniuk kell, hiszen a jelenkor gyermekei nem taníthatók úgy és aszerint, mint 20-30 évvel ezelőtt. Magyarázta Lilia Hrinevics oktatási miniszter. A reform keretein belül minden tanár számára kötelező a tanfolyam elvégzése. A magyar kormány megemeli a kárpátaljai magyar pedagógusok jövedelem kiegészítését, akik így évi 270 ezer forintos juttatásban részesülhetnek, jelentette be Semmilyen Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Az intézkedéssel mintegy 5000 magyar pedagógusnak tudnak segíteni Kárpátalján. A jövőben továbbra is jövedelem kiegészítést biztosítanak a betegeikkel magyarul beszélő orvosoknak, az egyházi dolgozóknak, művészeti iskolák oktatóinak. A fentieken túl mintegy 6000 óvodás és kisiskolás étkeztetését is finanszírozza a magyar állam. Az idei gyermeknapon kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, íjász bemutatóval, népi gyermekjátékokkal, népi ételek bemutatójával, állatsimogatóval és különböző sportvetélkedőkkel várták a kicsiket és nagyokat egyaránt a szervezők. 11. alkalommal szervezzük meg itt Csepon a gyermeknapot. Gyakorlatilag 9. alkalommal önálló rendezvénye a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek. Volt már megyei rendezvény, most az Ungvári járás rendezvénye, de a Csapi Alapszervezet képezi a magot természetesen, akik ezt tervezzük, illetve a Nyugdíjas Szövetségünk, az Ifjúsági Szervezetünk, mindannyian részt veszünk benne, és a szülők, akiknek a gyerekei ebbe az iskolába járnak. Mindig vannak kézműves bemutatóink, érdekesebbnél érdekesebb dolgokat próbálhatnak itt ki a gyerekek, mindig jönnek a tűzoltók, vannak ugrálóvár jellegű programok, tehát mindenféle szórakozási lehetőségek. A gyerekek és a felnőttek is sorban álltak az arcfestők sátránál, ahol idén heten dolgoztak azon, hogy mindenki elégedetten távozzon szebbnél szebb alkotásokkal az arcukon. A szép művészet iránt érdeklődők készíthettek csuhé és ronybabát, szalvétavirágot vagy 3D képeslapot. Az idei gyermeknapra Budapestről is érkeztek fellépők, a kedvcsináló művész bohóc társaság tagjai. Tócsnyi és Pirula bohóc gólyalábakon állva szórakoztatták a játszani vágyókat. Sziasztok, kedves csapiak! Én Pirula bohóc vagyok, kollégám Tócsnyi, a kedvcsináló művész bohóc társaságnak vagyunk a dolgozói. Hát én még ugye az iskola mellett ismerkedtem meg ezzel a műfajjal, és nagyon megtetszett, hogy rengeteg emberrel lehet vidám, közvetlen kapcsolatba kerülni, és mindig feldobjuk az embereket. Általában ez minket is kikapcsol egyébként, mert egy egész más világ. Bejárjuk az országot és a környező városokat, és én ezért szeretem nagyon. A rendezvényre ellátogattak Csap magyarországi testvértelepüléseinek képviselői is. Orbán Viktor miniszterelnök úr arra hívta fel az anyaországba élő magyarok figyelmét, hogy az ukrán háború okán figyeljünk oda és segítsük a kárpátaljai magyar testvéreinket a határon túl. Akkor Bicskeváros önkormányzata fontosnak gondolta ezt a kezdeményezést támogatni. Elsősorban Teszeri Zoltán országgyűlési képviselő miniszteri biztos kezdeményezésére a választókerületében lévő települések gyűjtést szerveztek. Azon a nyáron első alkalommal Bicskeváros önkormányzatának a Balaton partján lévő Zánkai üdülőtáborában és a Gárdonyi önkormányzat üdülőtáborában táborozott 40 gyerek. A szervezők ígérete szerint a hagyomány folytatódik, és jövőre is megszervezik Csapon a gyermeknapot.